Ebben a kis videóban azt fogjuk megnézni, hogy hogyan kell megcsinálni úgy ezeket az úgynevezett rádiógombokat, hogyha az egyiket bepipáljuk, akkor a másik kipipálódjon, illetve hogyha a másikat bepipáljuk, akkor az egyik kipipálódjon. Tehát először is ide tesszük a kurzort, rákattintunk arra, hogy erre a rádiógombra, és beírjuk mondjuk azt, hogy első gomb, és ezt átszint csak átmásoljuk, Ctrl-C, név, első gomb, érték pedig első gomb. És nyomunk egy rendbent. Tehát jegyezzük meg, hogy ide mit írtunk, első gomb, első gomb, első gomb, rendben. A következő gombnál ugyanazt adjuk meg, tehát első gomb, itt pedig az, hogy második gomb, tehát itt a harmadik értékénél nem ugyanazt a szót adjuk meg, hanem az, hogy második gomb. És gyakorlatilag, hogyha ezt most így rákattintunk arra, hogy rendben, és majd elmentjük, akkor hogyha ide kattint az illető, akkor az be van pipálva, ha pedig ide kattint, akkor pedig a másik kipipálódik. Igen. Ennyi a lényeg. Ennyi akkor a lényeg, remélem segítettem. Ciao.